Hölgyeim és uraim, a nosztalgia világát éljük. Emlékezzünk. Idézzük fel egy sokat próbált 70 éves művész kemény életét. De ne is húzzuk tovább az időt. Legyen talán övé a szó. Felém az égből száz vadász. Mindenki Alfonzónak ismer. Tulajdonképpen hogy hívnak? Mi az igazi neve? Az igazi neve Markstein József, apám Markstein Bertalan, tényleg anyám Stein Júlia, és mikor aztán egy időben gyerekeim megszületnek, akkor magyarosítottam a nevemet Markosra. Miért? Hát nem tudom, ez egy olyan dolog volt, hogy a boldogult feleségem kérése volt, hogy nem a Markstein név miatt, egyszerű Markos. És talán az egész egyéniségem olyan volt, tudod, hogy hát Markos ember vagy, hát ez ma is látszik. Igen, és egyszerűbb is. Az Alfonzó név, kérlek szépen, mivel nemzetközi piacon dolgoztam legtöbbször, nem lehetett kimenni, hogy Markos Józsefek minden. Habár ezzel a Markossal volt egy óriási esetem, a Latabár Árpi beteg lett, és a francia pezsgőbe annó dácumál be kellett ugranom Kismanyival, Latabár Kálmánnal. Somogyi Kálmán igazgató nagy gondba volt, hát mit írjon ki? Alfonzót, vagy Marosi Józsefet, vagy mit? Hát mondom, ne haragudjon, írjak, hogy Alfonzó. Akkor a drága barátom, a Békéf István írt egy cikket erről, hogy bemegyek a Meggyasszony, vagy nem tudom, a Somogy Komédia Orfeumban, ki van írva, hogy Latabár Árpád helyett Alfonzó, és azt hittem, hogy cirkuszba megyek. Annyira van nálunk ez az előítélet a nevek szerint. Ez nem létezik, ez ilyen nincsen sehol a világon. Hogy született ez a név, hogy Alfonzó? Nevetni fogsz. 1943-ban letiltották az úgynevezett angol-amerikai hangzású neveket, mert én, mint artista, a Markos Józsefból, Mark Stein Józsefból Joe Stent csináltam. Úgy dolgoztam évekig a partnernőmmel, egy bécsi partnernővel, majd egyszer megmondták, hogy Stabetsz, ez nem lehet, hogy angolat, válasszak nevet. Hát az Isten tudja mi is. Kérlek szépen, bementem egyszer újsággal a kezembe, mert szeretek olvasni azon a bizonyos helyen, és olvasom, meglepett, hogy 13. Alfonz, spanyol király meghalt, és az Alfonz tetszett nekem, és hozzátettem egy jót, így lett Alfonzó. Feltámasztottad a nevet. Na de viszont kellemetlenséget is csináltam magamnak, egy spanyol turné alkalmával a plakáton álltak az emberek ott kint Madridban, és röhögtek a plakáton. Én azt hiszem, hogy mi az itt is ismernek. Hát kiderült Alfonzó. Az Alfonzó az név, de Alfonzó már a stricit jelent. Érted? Úgy el kellett venni az óbetét, kivételesen spanyolországban. Józsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Nagyon érdekes volt. Kérlek, van egy paródiám a Billiárdot, úgy kezdem, hogy előre bocsátom, kedves hallgatóim, szegény szülők gyermeke vagyok. Apámnak szegénynek 3 kávéháza volt, és dolgozott láttástól vakulásig, de ez nem is vicc. Okulásul a mai vendéglátóiparnak, akkor egy vendéglátóipari egység állt az anyámból, apámból, 3 pincérből, és amikor mi már készhez tudtunk fogni valamit, magunk is segítettünk terítést, mindent.
Ott egy jelszó volt a vendég, és mindig a vendég, és örökké a vendég. Tehát ebbe nem is a pénzszerzési vágy, apám imádta ezt a szakmát. Vendéglős család voltatok? Nem, baromfi kereskedők voltunk. De mindjárt azt, amit vettünk a beküldőktől, a parasztoktól, azt föl is dolgoztuk a vendéglőbe. Kérlek, nagyon jó környéken voltunk, a Garai tér. 7 kerület. Ott volt a kávéház is, a Rivéri, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kolegercki, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában nőttem fel. 3 vendéglőtök volt. Nem együtt. Először volt a Kolegercki, ott voltam kisgyerek, boldog volt nővéremmel, ott táncoltunk 6 évesen, amikor nagy ünnepélyek voltak. Utána következett a Grádó, mivel tönkrement apámmal. Hol volt? Az Abonyi utca és a mostani Dózsagyű, Aréna utcsark. Ott lakott abba házban a Latabár család. Gondolom, 17-ben. Művészek jártak. Hát kérlek, a Grádóban és meg a Rivériában később a Csortos Gyula, Gózon Gyula bácsi, Latabárék. Ott a teraszon, ott ültek, érted, hogy ott már ottan körülnéztem, ott volt közelünkben a Feld Színház. Hát tudod, ahol a fáskör volt, ahol a magyar focisták nevelődtek, mert legalább 1000 gyerek rugdalta maga készítette rongylabdákat. Nem voltak oda tálalva 12 éves gyerekeknek rendes fotballcipő, fotball, nem, hanem ott megőrültek a rongylabdái. A fáskör az a határ, tudod mi, a mostani Dózsa György és a Ajtósi Dürer, amiből levágtak sokat a felvonulási terület. Mennyire voltak keményen fogva otthon? Na jó, hát apámnak, akit nagyon sokat szittem a szüleimet, mert akkor már korán kezdtem dolgoztatni. Iskolába jártam, nagyon rossz tanuló voltam. Nem szerettem tanulni, nem tudom, nem értettem. Számtantó írtoztam, rémálmaim voltak, össze kell adni valamit. Szorzás ment, de aztán, hogy köbre, gyökre volt, hát embertelen volt. Meg aztán volt egy tanárom, aki miatt később kirúgtak az iskolából, aki egy időben ment az, hogy apám libamájat küldött neki egy rossz osztás példa miatt, érted? De nem volt a libában máj, mondjuk, vagy kicsi volt a máj, akkor csak megkaptam a pofonomat. Szokása volt, hogy itt kapaszkodott meg az emberbe, és ültéből húzta egész föl, és aztán akkor a tenyere volt. Később emiatt kerültem ki az iskolába, mert 17 éves koromban visszaadtam egy ilyen pofont, érted, és ezt kirúgtak. Dolgoznom kellett otthon úgy, hogy iskola 8-kor, én 6-kor már fönn voltam, apámmal lementünk a csarnokba, és véznasrác voltam. A rokonságommal ellentétben, mert volt egy rokonom, nemrég halt meg, a Székely Jóska, aki a mozinál dolgozott, igazgatók volt egy moziknál, súlyemelő volt, kérlek szépen, ő vitt le az MTK-ba. Kezdtem súlyozni, birkozni, de az igazi erőt azt hozta meg, hogy apám berakott egy kosárba 10 libát, aztán rámadták, és vinni kellett föl a placra, vagy anyámhoz a standra. Inosra. Apád szintén egy ilyen... Apám alacsonyabb volt egy fejjel, de félelmetes, mint a Botondot látnám magam előtt. Egyszer egy biciklista legorombított, és megfogta úgy, hogy volt géppel együtt, megemelt, és odavágta a földhöz, érted? Egy roppant mokány, dolgozott nagyon sok. Sportember is volt? Nem. Ő imádta a sportot. Kérlek szépen, finanszírozta apám ezeket a stéhereket a millenáris pályán. Motorbicikli ment, utána biciklista, hát óriási sport volt. Megőrültem a súlyemelésért, megőrültem a birkozásért, a görög-római birkozásért. A Székely Jóska később, aki Belgiumba került a nagybátyám, az avatott be a sketch and sketch, fogd ahol éred, birkozásba. Azt és már kicsi korodban nem, 14 éves koromban kezdtem. Csak ott jött a cserkészet. Érted? A cserkész mozgalom, kirándulások, túrák, olyan, hogy Budapest, Esztergom 2 nap alatt. Abban az időben te neked volt valami kapcsolatod a művészettel? Hát hisz olyan sokan jártak a kocsmátokban. Kérlek szépen, ha azt mondom, hogy amatőr alapon, mert ez a kereskedő társaság, a kávésok, a baromfi kereskedők, a kiskereskedőknek volt a Csengeri utcába egy ilyen klubjuk, hajózás és utazási klub, ahol először föl, nem, másodszor először a nővéremmel léptem föl, én 6 éves, 7 éves volt, magyar táncot táncoltunk ott a Kolegerckibe. Majd és akkor valaki tanította nektek, vagy? Betanította az Adorjáni Mérő Frida tánciskolában, mert jártunk tánciskolába, illemés tánciskola, és akkor, hogy mondjam neked,
Most viccnek mondom, hogy Illemhely meg stb. Tudod, de nem ártott az a gyerekeknek a fölkérni a lányt. Megtanítottak udvarolni, amit ma elfelejtettek sok fiatal srác, már elég annyit jó vagy nálam, aztán kész a defekt, érted? Akkor megtanultunk komplimentet, meg táncoltunk, jól éreztük magunkat, és ő tanított be egy magyar csárdásra. Majd a hajózási klubba fölléptem kuplékkal. Jancsi Bohóc kuplékkal 10 éves koromban. De nem gondol, hogy én színész artista, hogy semmi. Hát én privát, amatőr alapon. Aktuális dalokat énekeltem, akkor is a marhahús volt a divat, hogy 10 forintért hús vettem egy hentesboltba, hentes egy villamos jegybe csomagolta. Otthon búsan észrevettem, Lukas volt a jegy, és a húst elvesztettem. Tehát ott is, mint ma, hogy énekli, hogy minden ember azért bús, mert a marha drágább lett a marhahús, bús jön a kamarák, az ő húsukat adják. Tehát akár 40 év vagy 50 év a disztanc, ugyanaz a téma. Sikered volt? Hát amit úgy nincs család, szavaj a Gizi néninek, ismered ezt? És akkor soha nem tudtam szavalni, borzasztó volt. Összejött a család, na Józsi szavaj. 6 éves korodban mégis mire gondoltál, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Milliómos. Nagyon szerettem a csokoládét, mindig azóta vár. Mozit, a Chicago mozit. Nagy filmeket, a Macistét, az Erős embert, a régi nagy néma filmeket. Hát abban korban nőttünk föl, hogy a István úton volt a Chicago mozi, hát a Buster Keaton, Chaplin. Talán, ha mondjuk nem is tudat alatt, hanem valahogy így bennem van így idősebb koromra, hogy honnan szívhattam én ezeket a dolgokat, hogy honnan, anyám roppant jó humorú nő volt. Imádtuk a színházat, hát Király színházban, János Intéz már gyerekkoromban, Fedák Sári, Latabárék, hát ez tudod mit jelentett, akkor ünnepi volt egy színházba menni, ajándék volt. Az egész légkör, vagy nem tudom, hogy hívják-e, varázs volt egy színház. Még a Feldszínház is a gyerekműsorival, Lakner bácsi. A Feldszínház miket játszott? Főleg nyáron, és méghozzá Csortos, Honti, nagy színészekkel, ilyen könnyed, lezser dolgokat, szórakozni ment ki az ember. Kik jártak oda? Hát a pesti polgár. De minden olyan követelés nélkül, és olyan hangzás nélkül, hogy művészetet kell nyújtani, meg nevelni kell, a nyavaját nevelték, aki menték szórakoztat. Hát sokat jártál oda a színházba? Mindig benn voltam, rengeteget. Most, ahogy említettem, nem kellett belógni, mert a Feldnek vittem a forrázott csirkét. Megfizették, csak ők kértek, és akkor bevittem 10 csirkét, színészek megvették. Mi volt úgy, hogy élő csirkét vittem be, a fater nem nézett oda a ketrezbe, be akartam én a haverokkal, fölvágtam. És, hogy mondjam neked, szokás mondani, magamba szívtam a szín, egy lev, utáltam. Már 19-es koromban a csajok érdekeltek, a görlök, meg ilyesmi. De azzal, hogy én majd aztán halka, ez le, nyavaj, dehogy gondoltam arra. Hiszen... Mi volt a legemlékezetesebb darab, amit ott láttál, vagy ami úgy megfogott az életet, gondolom? Nem akarom nosztalgiázni, vagy megsérteni a nosztalgiát, nem volt emlékező. Mindegynél jól éreztem magam. Már tudod, mi volt? Bon Vivant, szerelme, táncos komikus szerelme, második felvonásba összevesztek, harmadikba kibékültek. Ez egy... De happy end. Csak ideagas, mondok neked valamit. Én föltállalok neked úgy egy bécsi szeretet, hogy hozzá nem nyúlsz. Érted? Tehát meg se közelíted. Viszont hozok neked úgy bécsi szeretet, hogy örök életedbe csak azt akarsz enni. Amit a mai színészek, a fiataloknak szemébe merem mondani, hogy elfelejtettek tálalni, iparosították a színházat, megállapították a 365 előadást, megállapították, nincs rizikó, érted? Akkor tálalni kellett, mert az igazgató beívta a színész, drága Józsikám, sajnálom, honnan menjen vissza a szakmájába. Hajtani kellett, mert volt tajgetos szikla. Mert fönntartom, hogy az élet egyetlen értelme, ha rizikóval élsz. A kényelmes élet nagyon szép 5 napig, de aztán abba beleművészkedni, hogy bum, úgyis kapom a gázsimat, kis szerep, nem érdekel, nem vagyok tehetséges, többet érez, mert mondva bejárok próbára. Nincs rizikó, akkor volt.
Akkor kérlek, sajnos az is volt, hogy nem fizették ki a társilatot. Az is egy rizikó volt, hanem elosztották, ami maradt. Akkor hiteleztetek is, gondolom, elég sokat ezeknek a művészeknek. Én nem hiszek a romantikus éhezésbe, hogy írók megírják, hogy akkor is így lett éhezett, és utolsó pillanatig a tüdőgyulladásig zongorázott, de megírta a nagy áriát. Nem hiszek ebbe. Éljen jól az ember, egyen így jól, legyen meg. Nem hiszek az éhező költőkbe, nem igaz, hogy egész egyszer az történt, hogy nem törődtek sem az írókkal, sem az színészekkel. Na de ez volt a felhajtó erő, hogy just is megmutatom, hogy olyan valaki. Sok szerencse kellett az élethez, mert mindezt le nem lehet tagadni. Kell szerencse. De valahol ott kellene a kis ördöknek, hogy na barátom, hát az, hogy tegnap sikered volt, nem elég, ma is előről kell kezdeni ezt, amit elfelejtenek. Ezt, amit nagyon elfelejtenek, és én egy olyan szerencsés helyzetbe kerültem a Vidám színpaddal annak idején, hogy olyan branzsba, olyan emberek közé kerültem, mint a Komlós Vili, Salamon Béla, Herceg Jenő, Boros Géza, akik egyszer dicsekedve jöttem ki a Salamon Bélánál. Na Béla bácsi, azt a fiacskám, ne, a kuncsaftot tessék kiszolgálni. Érted, mert befizeti a közönség a 20 forintot, akkor is az volt. Nem érdekelt a közönséget, délelőtt temetésem volt, mondom, nem fizetted az adót, fölmegy a függöny, hogy mondta egy nagy írónk, és protekció nincs, vagy egy nagy igazgatónk mondta ezt, ma ezt elfelejtették. Ja, ma sokszor föl sem megy a függöny, mert nyitott függönnyel kezdenek, hogy ez a rizikó nincs, érted? Barátkozós ember vagy, nem. Gondolom gyerekkorodban az sok barátod volt ott a Csikágóban. Volt, de érdekes, hogy... Kikkel barátkoztál gyerekkorodban? Ez egy furcsa, csibészek között éltem. Nem gazemberek, a csibészot vedd úgy, hogy a francia mondja gamin. Tudod, ilyen, na, szóval olyan srácok között, akik... Kedves csirkefogók között, értem. Akiknek megismertem, el voltam a lakásukon egy szobában, 8 testvér. Megismertem, nem szocialista, meg ilyen dolgot, nyomor, meg nem nyomor, mi, hanem megismertem azt, hogy milyen nagy öröm egy darab zsíros kenyér ebédre. Valami, ez is hiányzik most, tudod? Ma a kaszinó tojás, a francia saláta, vagy ha nincs meg a gesztenyepüri, akkor már az egész társadalom rossz, akkor az egész rendszer nem ér egy vasat se. Nem tudják megérteni azt, hogy mit jelent egy jó vajas kenyér vörös hagymával ebédre, vagy nem beosztani, mert semmiből nem lehet beosztani. Az apró örömök tűntek el, ezt én úgy mondanám, még a gyerekeknél. Talán arra emlékezem legjobban, hogy megőrültem azért, hogy ilyen csoportba kerüljek, és akkor az a csoport a cserkészetet jelentett, tehát romantikus volt. Olyan, mint most az úttörő mondjuk. Csak azzal a különbséggel, hogy valami más ideálista szemmel néztük ezt az egész ügyet. Nem tudom, ez lehet egy a fiatalság, tudod, visszafelé tekintve. Most is a úttörők alig várják, hogy táborba menjenek. Csak nagyon ki vannak szolgálva. Most nekünk kell egy sátort verni, mindent előkeríteni, élelmet. Dolgoztunk érte a parasztoknak, mire összeszedtük a vacsorát, a másnapit, vagy ebédünket. Tehát, hogy mondjam, amire nagyon emlékszem, a 10 éves Alfonzó a Szabadság téren, ahol most a tévé van, volt a 4 szobor, Észak-Kelet-Dél-Nyugat, és megérkezett hazánkba, nem tudom, a dátumot 33, nem tudom, hogy itt keverek, a Sir Robert Baden-Powell a cserkészeknek az atyaistene, és én voltam akkor a cserkészek között a legjobb kürtös. Ez egy furcsa dolog. És én az Imához című kürti jelet én fújtam a Szabadság téren. Tudod, hogy az furcsa, hogy elmegyek a tévé felé, mindig úgy keresem magamat a kürtel a kezembe. Akkor volt a Gödöllői Dzsembori, ezek voltak bennem nagyon maradandók. Meg sokszor az, hogy apám micsoda kemény ember volt. De hogy jutott eszébe a papának, aki vendéglős volt, hogy a fiát haragudott rám, nagyon lusta voltam. És azt mondta, olyan szakmába adlak, ahol aztán dolgoznak kell, és áldja meg őt azért a jó Isten. És ott akkor sofőr lettem, apám vett egy teherautót, és jártam vidékre árut behozni, mert akkor úgy volt, hogy a parasztok, őstermelők, mit tudom én, apámnak volt HB, kötegyán, halas, ilyen 10 liba, 20 liba, és ezt összeszedtem, ketrecekbe, csirkéket, libát, csomagba, és felhoztam Pestre, itt a piacon szét lett osztva. És akkor kezdtem sportolni.
18 éves koromban szabadulok, itt a Király utcában, Majakovszkiban, Frissnél, Király 50-ben. Mint autószerelő. 930-at írunk, amikor apám ad 200 pengőt, és azt mondja, most kimész 100 kiló májjal, kikísér egy Strasbourgba, megadja a címet, és ott fogsz dolgozni egy évig. Közben nem tudtam, apám adott egy levelet, persze nem bontottam föl, ahol megmondták, hogy benne volt a levél, vagy drága barátom, vedd a fiam a legszigorúbban, stb. És egy olyan palihoz kerültem, aki sokkal rondább volt, mint elképzeltem. Nem tetszett nekem. Kis kofferomat kicsit csomagoltam, mondtam a Monsieur Meiselnek, németül már beszéltem, hogy leszaladok kenyéré, mert volt ilyen konzervnyavaja. És akkor nem kaptam kenyeret Strasbourgba, elmentem Párizsba, érted? Ott voltam Párizsba egy évig, és jelentkeztem. Hogy jutottál el Párizsba? Gyalog. Volt ez a Jugendherberger turista mozgalom, azokkal elsétál, mentünk vagy két hétig. Vonat. Nem volt még autostop, hanem vonat. És el két hét múlva megérkeztem Párizsba. Nem gondoltad, hogy esetleg hiányzol a familiának? Megírtam a szüleimnek, írtam egy lapot, küldtem egy képet, hogy körül megnézem Franciaországot. Ott a Biancourt-ba kerültem, a Renault gyárba. És, hát nem, már... de nem tudom, hogy hogy lehet oda kerülni valahogy. Ja, tudod, hogy bekopogtál, hogy ne. Megérkeztem, kérlek, a Gare de l'Estre, és ott álltam, akkor már csak 180 pengőm volt, ami nagy pénz, az nagy pénz volt akkor, nagyon nagy pénz. És oda mentem a Sanshoz, és beváltottam francia frankra, ami elég volt körülbelül másfél hónapig. Így kalkuláltam. És elmentem a magyar konzulátusra, és kérdeztem, kik vannak itt magyarok, ugye? És akkor egy Györgyölinek hívtuk, egy volt cserkész barátomat találtam meg, a Rüklisin, oda fölmentem, becsöngettem, épp ebédeltek. Azt mondja, hogy itt vagy, mondom, átszaladtam megnézni, hogy ilyen. Ott maradtam, és ők kivittek a Renault gyárba. Volt nálam ott a segédlevél, minden. És ott padra osztottak, ott akkor volt a Bödó rendszer. Az annyit jelentett, hogy leállítottak egy asztalhoz, láthatta a Chaplin a modern időkbe, jött a karburátor, neked más dolgod nem volt, mint betenni a dűznit, a tűt, rácsavarni, kész. Ez 1000 mozdulat egy nap, egyforma. Elmentem Párizsba, kérlek szépen a barátaimmal, a Moulin Rouge-ba, majd utána, a délutáni műsoron voltunk, utána elkerültünk... Szórakozni csak. Szórakozni. Nem. Utána elkerültünk egy kocsmába, egy nagyon jó kis ivóba, ahol megint berúgtunk. Majd odajött egy úri ember, hogy ez az, ő fizeti az italt, minden, csak alá kell írni, hogy jót állok. Jót áll értünk, és akkor küldjenek italt, nem kerül semmibe. És én aláírtam, majd négyen írtuk alá. De mit kérdez, mit írtad? Mint egy papír tett elénk, írjuk alá, hogy nem kell fizetni semmiért, minden ital rendben van. Na most nekem az volt... Mire gondoltál, hogy... Hát, hogy egy palit fogtunk. Palit fogtunk, aki fizette az italt, mint a ütfagysereg, mit tudtam én. Be is voltam rúgva. A baj akkor kezdődött, amikor kinézek, a kocsmán állnak ilyen katonák, tudod, ez a kepibe légjönet. Itt én már orrot kaptam, hogy valami nem sik, kimenni nem lehet az ajtón. Na most bejöttek és igazoltattak mindenkit. És akkor ez a menedzser, aki aláíratott, ránk mutatott, hogy aláírt. Tehát mi azt írtuk alá, hogy Marrakesben megyünk. Mindenki. Nyaralni, weekendre, mint légionisták, érted? Ez 5 éves szolgálat, ha nem 10. Hát én megmondtam, hogy vállalom, csak engedjen ki a vécére. Szóval onnan még nem jöttem vissza, meglógtam. És akkor jöttem vissza a Kiel, Baden-Baden, Németország, hazagyalogoltam. Az egy hónapig tartott, 30 napig. Hogy fogadtak itthon? Család? Apám azt mondta reggel 6-kor, kelj fő és hozz fel a libákat a pincébe. Nem is, mindenhol el sem mentem volna. Akkor 31-ben érkeztem haza, 32-ben megismerkedtem egy pincérrel, lokálban, aki elvitt magával Bulgáriába. Beállítottak egy táncszámot nekem. Aminek az az előzmény, az, nem tudom, az Alpesi faluról hallottál-e. Kérlek szépen, hogy mondjam el neked,
az alpesi falu az olyan volt, mint egy nagy varieté. Érted? Egy nagy varieté. Annak a Gloria Meyer nevezetű úriember volt, és én odahordtam az árut. És épp próbáltak a színpadon, ahol ez a Kővári nevű pincének volt egy balettja. 8 lány, és egy fogó embere, a lánynak ugrani kellett egy piedesztáról, fecskébe, és nem tudta elkapni, mindig elejtette. Erre dühében lesz a Meyer az igazgató, azt mondja, itt van ez a Markstein fiú, fogadjon, fölküldöm ezt a hentest, az elkapja. És fölküldött Hezmi, és elkaptam. És így barátság, próbák, minden kivitt Szófiába. Parisien nevezetű lokál, legpitibb, amit akarsz elképzelni. Sasha nevű Góréval. Premier, beöltöztettek ördög ruhába, ördög kosztümbe, és az Orpheus in Unterwelt című darra én akrobatikus táncot csináltam. Hát mondani is kell, oda sem figyeltek, mindenki ott Mátinger volt. És egyszer eltűnt a Górénk egy hónapig Ázsival, és ott álltam. Hát most mit csináljuk? Ez nehezebb volt, mert Bulgária, Szófia. 932. Markstein bácsi mit szólt, hogy a fiában? Meg nem, én azt küldtem plakátot, Isten ilyen megy, szégyeltem magam, mert apa figyelmeztetett, hogy maradjak a szakmába, ne csináljam ezt. Tudod, hogy van, dacos ember voltam. És elmentem profi birkozónak. A bulgárok zseniális birkozó, és volt egy cirkusz, és a cirkuszban, mint a puszták bikáját beállítottak, fekete harisnya, csak a szemem látszott, és nem tudom mennyi pénzt kapott az, aki megbír, díjbirkozó, aki velem birkozó. Elkerültünk Törökországba, tehát egy török, hogy úgy szoktam mondani, fél holdra vert, érted? És akkor abbahagytam, és hazajöttem megint 32-ben. És akkor megint kezdtem dolgozni a szakmába, megutáltam az artistaságot, a színész, minden színész, hát artistaság. Túl romantikus voltam ahhoz, hogy ezt így fogadjam el, ahogy volt. 933-ban Darmóra nevű balett dolgozott a mostani madárszínház helyén a Royal Orpheumban. És ez a Darmóra balett, hogy mondjam el neked, 10 lányból állt, a Darmóra nagyon nagy nevűzé, nagyon nagy nevű táncosnő, és megláttak Csillaghegyen engem a Kajak Francit, és megkérdezték, nincs-e kedvem ahhoz, hogy betanítanak egy ilyen emelőszámot. És ezekkel elmentem Rómába. De akkor már profi artista voltál. Ott lettem profi artista. Napi 3 előadás, mozi varieté, Róma, Nápoly, Szicília, kisvárosok, Riccioni, Rimini, Pesaro, Fano, Katolika, 3 napokig csere, utazás. Belekerültem egy világklasszis színvonalú balettba. Megtanultam táncolni, emelni. Napi 4 óra próba. Tehetséges voltál? Nem. Erős. Érted? Jó néztem ki, úgy, mint a mai bodybuildingesek. De azért tartottak, mert hát humorról sose volt. Még jól emeltem, fixül fogtam a nőt, és beállítottak hindú izének, beállítottak szobornak, bekenytek bronzzal. Szeretél erősnek lenni? Szóval? Akartam. Akartam, mert volt bennem mindig valami, hogy mondjam el neked, olyasmi, hogy minden gazemberséget meg kell torolni. Nem tudom, ismered-e, nem hogy kábolyi elmélet, hogy rögtön a csípőből lőni, hanem sok pofont kaptam én fiatal koromban, és én nem tudtam visszaadni, mert gyönge voltam. Milyen pofonokat? Nagyokat. Segédektől, autószerelő én is koromban. De akkor azt mondták, hogy reszelted azt a csavart, dur egy pofon. Akkor jött a művezető, jó reszelted, de miért oda tetted a reszelőt, balról egy pofon. Én ezt vissza akartam, amit vissza is adtam, amikor felszabadultam, végpofoztam a műhelyt. De nem arról van szó. Ezért készült el erős? Nem is, hogy mondjam neked, szégyeltem a gyengeségemet. Én nem úgy akartam erős lenni, hogy ma sokan erősek, hogy garázdák, belekötnek 80 éves emberekbe, hanem megfelelő ellenféllel szembe helyt állni. Ezért van még most is bennem az, hogy undorodom az olyan erőszaktól, amikor gyöngébbel vagy idősebbel szembe történik valami. Szóval megalázónak érzem azt, amikor ki van szolgáltatva valami.
Visszatérve a darmórára, gyönyörű ünnepé van, és egy doboz sardiniát nekem kellett fölbontani. Ilyenben ügyetlen voltam. És a Góri akkor jött a Rinocento áruházból. Rómába legszebb ruháját vette föl, és én meg, hogy bontottam a sardiniát, az egészet rá a ruhára, 5 percet kidobtak a balettból. Hazaküldtek. Ez 33. Hazajövök, nővérem megnősül, elvesi a takács kettő a Fradiból. Férhez megy. Igen, férhez megy, anyám meghal, apámmal maradok. 34-ben olvasok egy hirdetést, hogy a Arizona rozsnyai mulató parkettáncosokat keres. Nem volt akkor szégyen előtáncosnak lenni, amit jelentett. Ültünk a, mind a rossz lányok a nyilvános házba, és jött a vendég, és oda szóltak, vagy a főpincér, a illető család kér, hogy táncoltassa meg a hölgyet. Parkettáncos. Parkettáncos. És ott énekelt a Benedek Tibor. És ezért pénzt kaptál? Hát persze, egy ilyen, tudom én, magyar pénzben 10 pengőt, 20 pengőt, 30 pengőt. És lehet azt mondani, hogy úgy ültetek, hogy mint most a rossz lányok, tehát a kurvák. Nem volt, hárman voltunk. Hárman voltunk. Lehetett válogatni. Már azt mondta, azt a barna fiút, azt a széleset, a feleségem szeretne vele táncolni. Hát ez természetes, nem voltunk rossz gyerekek azért. Minden nap összeszámoltam, mennyit kerestem, elraktam a bankba. És ez volt a munkád? Ez volt a munkám, fortenszer. És jött a Benedek Tibor, a jazzbe énekelt. Tudod ki, a Benedek, ez a zseniális kabaré színész, isteni énekes volt, zenekarral. Rozsnai egyszer lejött az öltözőbe. Meg kifogás, hogy nincs levegő, pincébe öltöztünk. És én gatyába voltam mesztel, azt mondta, maga így néz ki, aranyoskám, miért magad, maga ilyen is mocs, így beszél, mondom, igen, sport. Hát maga miért nem szól, maga miért itt frakba flancol, maga jöjjön, bekenjük bronzzal. Mondom, voltam már bekenyve, köszönöm, tudd mi a bronz. Hát a bronzzal bekenjen magad, egy hónapig dolgozol, a pulmusokat eltömít, és fölép egy ilyen orvosi nyelven, korpulmonálé, ilyen tüdőző, asztmatikus izé. De hát aztán szerzett olyan anyagot, és bekent egy bronzzal, és a Rozsnyai énekelt. Akkor volt az a nagyszám, Orlaidu, it's prime of you, Orlaidu. És ott álltam, mint bronzszobor a kertbe, és megelevenedtem, és fel kellett emelnem a Rozsnyainét. Majd átment a szám, a stormy weather, jön a vihar. És akkor most ennyi volt az egész, de óriási siker lett. Ezt kitalálta a Rozsnyai, akkor már napi 20 pengőgázsit kaptam. Nagyon nem kellett, nem kellett válogatni? Nem, nem, nem kell. Ne, akkor már nem engedett el. Akkor benn voltam a revűbe. Akkor betett egy revűbe, egy fába öltöztetett be. Ilyen ruha, fa, csak itt volt egy kivágva egy kis. Az is le, szitával eltakarva. És a Rozsnyai énekelt a számot, számotány, és az alatt mozgott a fa, azt kellett csinálnom. És egyszer a Festetics gróf részegen meggyújtotta a falevelemet. Az olyan viaszk levé, nem volt még tűzoltói előírásban, és meggyulladtam. És nem volt ottam második egy szuszpenzor. És letéptem a ruhát, és oda még nem tudtam, hogy ki jött. Csak láttam, ki gyújtott meg. És ami belefért, asztalt ráborítottam, úgy megvettem, mint szódás halomát, érted? Kidobtam. Kidobtak onnan, érted? Arizonába el kellett mennem. Azt rá egy hétre visszaült a Rozsnyai, mert megjelent a Windsori herceg a Mrs. Simpsonnal, a szerelmével. És mivel én beszéltem egyedül angolul, meg a Benedek éneket, fölkértek, hogy egy-két napra jöjjek be, megfizetik, adnak 100 pengőt a két napra, de Mrs. Simpsonnal táncoljak, mint angol tudás vizet. És kérlek, ebből lett egy hónap, és rengeteg pénz. Én vittem őket a Margit szigetre, mentünk mindenfelé. Lejöttek már, lejött a kocsi, értem, a lakásomra, hát egy konyhában laktam vaságyon. Hát ja, közben az, hogy mondjam, az apám is meghal. Apám is, ott maradtam egyedül, lakás tönkre, és egy konyhában, hogy elhúzott függőnél vaságyon aludtam. Frakom fölakasztva, érted, de... Egyedül éltél? Egyedül. Na most, ha megnősülök, elveszem a Szabó László saknagymester húgát, két hónapig vagyunk együtt, mert a szülők, akik privát nem engedték velem artistának jönni, közben a Cája cirkusz felkér,
hogy menjek el a Zájer cirkuszba. Hát cirkusz, hát az tudod, mit jelentett. Ezek a pankrátorok voltak. Nem csak pankrátor, a Zájer pankrátor volt. A felesége viszont csinált a tipikus cirkusz. Bohóc, légtornász, akrobata. És a második részben pankrátor voltam, és megtanultam, fogóember lettem. Unterman. Unterman. Később zicbe, levegőbe. Érted? 3 hónap alatt megtanultam a repülő embert fogni. Csináltam ezt első részben. Ez már megint az erőd, megköszönhet? Erőm. De hát ott a cirkusz annyit jelentett délelőtt strávkocsi. Megérkezett a Zájer cirkusz, mindenki a saját kosztümébe. Kezdés előtt jegyszedés, közben mi építettük fel a cirkuszt, lakókocsi. Lehet, hogy nehezebb volt, tudod, de szörnyű romantikus volt. Most úgy készen kap mindenki mindent. Lehet, hogy hülyének találod ezt a mondatot. Akkor meg kellett dolgozni az ő sikeredben, és akkor... Ti takarítottatok a manést? Mindent mit csináltunk, az istálót, az állatokat etettük, be voltunk, vagy 80-an, be volt mindenki osztva, amikor nem voltam a színpadon, függönyt húztam. Vagy mentem a jegyeket ellenőrizni. Csokoládét árultam, mindent, minden voltunk. Hogy hívják, a nagyon sok pénzt kerestem, beívnak katonának, és hova hívjanak be egy libás fiút, egy autószerelőt, nem fogod eltalálni huszárokhoz. Összeszedtek, civilbe bevittek az istálóba, az illovamat úgy hívták, hogy Márton, és azt mondta az őrmester, ide hallgasson maga libás tróger, mert benne volt a szakma is. Szólítsa nevén a lovat, mert úgy pofárugja, hogy kiesik a bőriből. Hát mondtam, hogy Márton, erre hátra nézett a ló, meg tetszettem neki, és arrébb húzodott. Ja, azt is mondta az őrmester, elég becsületes volt, amerre akar, hogy a farát vigye, mondja neki, mint a menyecskén, jobbra vagy balra. Szóval szólt a Márton jobbra. Hátra nézett, elhúzódott, és én balról bemettem. Na most, amit adtunk cukrot, tegye a szájába. Oda. Veregesse meg a nyakát. Megveregettem. Érted? Így kezdődött a barátság, de leszereltek 2 hónap múlva. Leszerelnek, mit csináljon. Akkor már nem smakolt a privát szakma, megmérgezett a művészet, hát az artistaság. Privát népek szövegét ismered, bohém, meg ez, meg az. Elkezdünk próbálni a palotai artista iskolába, a Lenin körúton, ami ott van a Madács mellett, akkor még voltak artista iskolák, privátok, nagyon érdekes volt. És leszerződtet a Kékegér nevű mulató, ami ott volt, kérlek szépen a november 7 téren, most az a nagy hentes üzlet van meg a Savoyal szembe. Egy alkalommal jön egy pali, hogy művészről kérem, mondja, itt vagyunk Kairóból, egy nagy revűszínháztól, idő 936, szeretnék lekötni a számot, hogy mesztelen számot csináltam. Milyen lokál volt ez a Kékegér? Ez egy komoly lokál? Harmadrendű hely volt. Csak hogy került oda egy impresszárió? Hát nem, mindenhova jártak. Hát ha nem tudnád, 18 lokál volt Budapesten, ahol jobbnál jobb műsorok voltak. Hát olyan artista piac volt, hogy ahogy én most tiltakoztam az ellen, hogy a Kamara Varietéből csinálják a Játékszint Kultúra címén, rendben van játszott, az artistáknak nincs semmi. Hova menjenek? Cirkuszban mindez nem lehet. Megszüntettek annyi artista munkahelyet, hogy itt állnak az artistáink, akiket külföld fölveszi, de én nem tudom, a Macivát nem akarom bántani, de a kötések folytán már nem is külföldöt se érdekel a magyar artista. Úgyhogy zsákutca. Pedig világklasszisok a magyar artista. Na most dolgozom a Kékegérben. Mesét csináltam a tánc. Tehát egy katona voltam, aki őrt áll, egyiptomi kosztüm, mesztelen, csak az a régi egyiptomi lábszáli karddal, és jön a nő korsóval a kútra, de a katona nem engedi, viszont a nő ledobja a fájtlát, megfőzi, és ebből lesz egy olyan emelőszám, amiből én le nem teszem a nőt. Nagyon nagy sikere volt. Isteni nő volt a partnernőm. Leszerződtettek az egyiptomiak. Egyiptom, nem tudom elmondani.
az élményt. Tudod, mert azt elmondani, hogy mit jelent Közel-Kelet, hogy hogy néz ki Egyiptom, Kairó, Alexandria, később nekem Szudán, Khartoum, Damaszkusz, Beirut, Libanon, hát Beirutról csak csodát tudok mondani. 26 fok meleg, szembe egy 3000 méter magas, egy hófette, strand. Belekerülök egy high life-be. Közben megtanulok franciául, angolul, németül már beszélek, olaszul megtanulok. Észreveszem magam bizonyos idő után, hogy 6 nyelven beszélek. És arabul is tudtál? Még most is beszélem egy keveset, érted? Nagyon szerettem, nagyon érdekes, például azt mondja, hogy szeretlek, a hebbek, gyere ide, tale enne, ja habibi, szép vagy, ente helluan. Nagyon érdekes nyelv. Hasonlít a mi kinti izraeli nyelvhez, az a semita fajok nyelvéhez, ugye, mert az arab azt mondja, hogy béke veled, szalam alaikum, az izraelita azt mondja, szalam aleichem, tehát akkor még nem voltak ilyen problémák. Tehát, hogy mondjam el neked, ez külön ügy, ez külön, bennem külön van elraktározva. Nagyon megszerettem az egész világot. Szerelmet is tudnál vallani? Mert azt mondják, hogy valaki akkor tud egy nyelvet, hogyha szerelmet tud vallani. Oda mész egy arabul. Ant eluana hebbek, ja habibi, mindenet, hogy lehet is énekelni. Ez ilyen leabiadun, jauerd, jauerd. Imádtam a Közel-Keletet. Beleéltem magam, úgy öltöztem, ahogy ők, azt tettem, amit ők. Hogy mondjam el neked, asszimilálódtam, nem is lettem beteg soha, amíg a többi európai vigyázott, hogy teszik mit. Én megittem a rákit, ettem a homsz, ettem a tevehúst, a pasturmakot, mindent, középük jártam. Mi az a pasturmak? Tevehús olyan, mint a füstölt libammel, csak jobb. Minden érdekelt, ami emberi. Nézd, én nem szépíteni akarok, hogy nem, én humanista vagyok, utálom az erőszakot minden tekintetben. Majd felbolygatott világot élünk. Sokkal egyszerűbben meg lehetne oldani dolgokat, mint egymást fenyegetni. És ezzel az ő Allahával, az én Istenemmel, az egész stílusukkal, ahogy egy kereskedő fogad egy üzletbe, a hága, a fendimim, fadlak, megkínál kávéval, a bazárba, nagyon megszerettem Afrikát. Mitől volt a rokon szemes a számokra? Nem tudom ezt el. Talán az, hogy én is semmit a fajmódon nem tudom neked elmondani. Nem tudom, hogy mondjam ezt el neked. Én abban az időben voltam például Izraelbe, amikor a palesztin is az izrael nép együtt harcolt az angolok ellen. Ez ami furcsa, érted? Hogy aztán nem az én jogom eldönteni, kinek mihez van joga, mekkora területre. De föntartom, és lehet, hogy nem politikus, amit mondok, örökké angárdba élni nem lehet. Abban az időben hogyan szórakoztak az arabok? Hogyan szórakoztattátok ti őket? Kélek szépen, én ott kezdtem pantomi mimikát csinálni. Ez a furcsa. Ha Törökországban kezdődött tulajdonképpen az, hogy a törökök, görögök nem a legjobb viszonyban voltak. Halandzsáz, visítottak. Rájöttem arra, hogy legnagyobb öröm a káröröm, tehát ezt kihasználva, elkezdtem parodizálni Törökországba a görögöket, Görögországba a törököket, az araboknál, az angolokat, az angoloknál. Nem kigúnyoltam, hanem a nemzeti tulajdonságokat azt vettem figyelembe, hogy mi az, amivel megközelítettem, ma is az a célom, nem egy embert veszek célba, tehát az utcaseprők ilyenek, a kalauzok ilyenek, a tanácstagok ilyenek, a rendőrök, nem. Az általános emberi tulajdonságokat kerestem mindenbe. De egy karikatúrista, torzítottam, igen. De nem szerettem senkit sem megbántani. Nem is opportunizmusból, hogy most ettől félek, vagy attól félek. Nekem olyan a közönség, tudod, hogy valami olyant kapok vele, mint ha egyedül lennék egy hatalmas terem, és egy nagy-nagy tükör lenne előttem. És amit elmondok, szeretem, a hitele van. Tehát amikor én megkeresem azt, hogy miből lehet parodiát csinálni, elnézést a többi kollégáktól, aki más eszközökkel dolgozik, nem a célom az, hogy a sárga földig lehordjak mindent. Mert nálunk ez hajlamosság. Nem való megtalálni ezt a kontaktust, amit színésznek kell a közönséggel, emberek között. Hogyan tudtad megtalálni a színpadról ezt a kontextust? Megnéztem, megtanultam arabul énekelni.
azokat a dalokat kerestem, mintha itten megérkezne egy arab és elénekelni csak egy kis lábban a világon. Nem nagy csodákat csináltam. Jeleztem, hogy érdekel az ő folklóri. Most visszatérve a humorra. Én szelektáltam a közönségeket, ki milyen. Hát a legtündéribb közönség a magyar és a ruszki. A ruszkik akkora gyerekek, hogy ilyen nem látták. Megkövetelik, hogy aztán oda tegyed. Az amerikaiak szintén mind a gyerekek. A belgák borzalmasak. Látszik, hogy halat esznek állandóan. Érted? Épp, hogy csóválni tudják. A németek azt... Ott a németnél precízenki dolgozza, megcsinálsz minden tip-top, taps, de elkezded énekelni. Hát, eine Kamera, dann schüss, akkor már szétszakad a pokol. Csak masírozni kell a színpadon. Te vagy a legnagyobb művész akkor a világon. Az olasz, hát az olasznál. Elmondjam neked az olasz egy történetet. Hajsz, hallgass meg. Bologna a világ legnehezebb színpada. Mesztelen emelőszám vagyok, bronzszám, izomjáték, forgópidesztál, a szőke partnerünk bejön, akkor már mell tartó nélkül, csak a gombon két falevél, két őszi hervat falevél, isteni berendezés, telázsi, minden. Előttem kijön egy belkántó, egy tenorista, aki énekel egy dalt, a kútról, te kút, ha belenézek a képedbe, kedvesemet látom, szívem sóvárok után. A dala következik. Gondolj el egy olasz tenoristát, ami stram minden. És elkezdi Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban a karzatról olasz közönség. Pali megáll, fölnéz, kicsi, mi van? Semmit, szó se. Megint bejelenti, signore, signor! De már benne van a közönség, mert már benne van a... Canto una canzone, Fontanella, Fontanella! Már kezd fönn a karzat. Fontanella, Fontanella, turismekiuk! Megáll a pali két lépés előre, ignoranti, fessi! Hülyék, idióták, kimegy, hát erre kitört a tap. Erre jövök én. Fölmegy a függöny, ott áll egy kajak franci. Öntről. Macellaio! Mészáros kiabálják le. Nem mozdulok. Venia mi a casa! Gyere a lakásomra. Rossz a szék, meg kell szögelni. Nem mozdulok. Az igazgató kínál, így összeteszi a kezét abba. Ne csináljak, maradjak. Bejön a partnerem, elkezdenek fütyülni. Bionda, szőke, veni, ami a letto, gyere az ágyamba így. A hét odaszól nekem, hát ez nem lehet kibíni, sírva kirohan. Erre én így előre megyek, érted, kihúzom magam. Itt kezdődött tudatokban az én paródia sorozatom, és bemondtam, signori, signore, non va be, nem megy így. Akkor énekelek egy dalt, canzone, Fontanella, Fontanella. Elszabadult a pokol, a zenekar elkezdte játszani a Fonta, én meg elkezdtem, Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, és utána fölmutattam a karzatra, adesso te, most te jössz, és fönt. 3 hónapig prolongáltak, ha nem volt ember, aki szórakozzon, mert az, hogy macskát ledobtak, bum. Csináltam belőle ilyen, nem érde. Vagy Sicília. Ekkora újságok van a Corriere della Sera, Popolo Italia, meg volt akkor azért tudod ki az öreg. Első sűrből egy olasz, jövök a számmal, ugyanezzel a számmal, nem lát a közönség, mert ez kinyitotta az újságot, és olvast az apró hirdetést, vagy hol lehet szobára menni lányjal. Hédi megint sírva, ez kell menni, hogy asszálltni szemben, plejban plauc, maradj itt, majd elintézem, lemegy, így a pali mellett volt egy hely, leülök mellé. Közösség megkezd röhögni, gondold el, így elhúzom az újságot, belenézek, mondom, kicsi novita, mi újság van? Ezt is 2 hónapig kellett így csinálni, nem volt közösség, fal. Tehát csak itt lehet szórakozni. Itt kezdődött a... Az, hogy rájöttem, nem kell erőködni, nem kell bronz. Ki kell találni az embereknek a
megmutatni, hogy hogy néztek ki. Nem akarok Shakespeare-re hivatkozni, hogy köztetek ki a bohócot játsza, nem mondjon többet, mint írva van neki. Meg hogy az ember tükörképe saját magának. Kikerestem az emberi gyöngéket, és ezt bemutattam. De mindig arra vigyáztam. A hibáját senki nem szereti elismerni, hát ez természetes. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legjobb, hogy Ferenc Uska mondja, minden nagyon szép, minden emegnek elégedve. De ha megtalálod azt a kontaktust, amit úgy hívnak, hogy kontaktus, tehát nem arra törekszik az ember, most hivatkozom magamra, hogy öregszik, vagy hogy múlik az idő, hogy jobb legyen, neveket mondok, mint a Hofi, vagy a Kern, vagy a mai nagy menők, a Szuhai Balázs, a többiek, a Halma, nem. Megtartani a pozíciót, ez egy törvény. Én nem akarok, én Alfonso akarom. Alfonso akkor is elszaladt az idő, amíg talpon álló vagyok, ezt csinálom, nem szégyellem, mert sokan mondják, hogy bóckodik, ez a legszebb szakma. A mi színészetünk tragédiája, hallgass ide, Lacikám. Lehet, hogy fölhúzzák a szájukat, vagy félrehúzzák. Színiskolába gyártják a színészeket. Szavalni kell tudni, az apám tyúkját elmondja, akkor már first class színész. Ki se jön a színiskolából, már televízió, rádió, film. Hakni, pardon, a hakni, nem úgy hakni, hogy vidékre megy, mert ott is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Hakni az, ha valaki egy nap, három, gyerünk, dobják, sietünk. Nem tudnak, a legtöbb színészünk nem tud mozogni, nincs keze. A Marszón egy évig dolgozom, ott tükör volt, és mielőtt elkezdte egy színpadra menni, egy fél óra gyakorlatot. Légy szíves, egy tiszteletes áldást csinálni. Erősítsd meg magadat. Lazíts, gondolkodj, mindent ki kellett fejezni. Én gondolom, hogy onnan lenne érdemes folytatni, amikor Afrikából visszakerültél Európába. Megrázott egy kicsit a különbség. Most hazajöttem, mert a partnernőm nyugtalan lett a szüleim miatt. Megérkezek 39-be, amikor is a Shanghai Bar, a Móri Zsigmond körtéren hirdetett artistákat fölvesznek, és akkor én hegedültem, hát a hegedűmmel összeállítottam egy kis marhasságot, fordítva vettem föl Pertlit, csináltam egy bóc 8 perc, ahol meglátott a Flaschner Ernő, meg a Jimmy nevű rendező, a Muller Rouge igazgatója. Ez a Shanghai ez egy nagy lokál volt? Nem, egy lebújó. Hol volt? Itt volt a Bartok mozi mellett, a pincébe. Csak egy rettetes, rendes igazgatója volt a Mentelényi. Amikor egy artistának másoló 10 pengője 30 adott, azt mondta, hogy nekem jól öltözön az artista, érezze jól magát. Ott dolgoztam a Shanghaiba. Onnan a Muller Rouge-ba kerülök. Egy nagy helyre olyan emberek, Latabár Kálmán, Latabár Árpád, Komlós Vilmos, Herceg Jenő, Kismanyi, és kezdődnek a paródiák. A virágszedő kislány, a drága kollégám, Isten nyugtassa, Reed Joker, talán hallottáról nem ismerted, egy remek artista, megtanít a késő jövő a moziba, persze másképp, mint ahogy most csinálom. Gyűlnek a paródiák, és úgy a Muller Rouge-ba. Mulató volt akkor? A gyerekem nem mulatónak lehetett azt nevezni, egy éjszakai műzikál. Azt töltötte be, amit most a Maxim tölt be. Egy olyan funkciót. Érted? Olyan funkciót, mert ma Magyarországon két helyről beszélhetek, az egyik a Muller Rouge, a másik a Maxim. Hogy melyiket teszem előbbre, ez attól függ, hol mi jobb a műsor. Na de a külföldi szemmel kiszolgálni a külföldi, tehát megfelelő nívó ez a két hely. Vannak több helyünk is, nem erről van szó, kategórián. És ez nem volt furcsa neked, hogy... Nagyon megszerettem azt, hogy azt ott ültek, és tudtam velük szórakozni. Nagyon megszerettem. Belekerülök a Mexikán Osztrió, a legjobb dobós számba partnernek. Majd megismerkedem feleségemmel. Nagyon furcsán. Én akkor már elvált ember voltam, első házasságom nem sikerül, 3 hónapig tart, tehát 7 éve nem vagyok nős, külföld, hazajövök. Kiveszek egy albérleti szobát, Nagymez utca 29. Ülök a Parisien Grillbe, a Muller Rouge nyári helyiségébe. Parisien Grill, ahol most a termál van. Gyönyörű hely volt, üvegparketta. Direktor Flaschner, Ernő Evetovics. Világklasszis hely. És kezdve, csöpi zenekar.
és kezdődnek a parodiák az Ács Mariettával. Majd jön egy barátom, Sarkadi nevű, fehér neműve dolgozik itt a Népköztársaság útján, üzeme van, 16 dolgozója, és ott körülvettek a konzulnők. Érted? De olyanok, mint a nagyságak, olyan elegánsak, és oda, az a szép háremed van, mondom, mi dolgas, ezt a háremet odaadom egy rendes nőjét. Szóval nálam van egy. 41-et írunk. Augusztus 1-jét. Gyere föl a műhelyembe, megnézed, Kolozsváron menekült nő. És leülök, és ott leszaladt valami, sőt, beláttam a műhelybe, ott hat varógép. Tudod, mit komáltam, hogy a gép alá néztem, milyen lábak vannak. És csak megjelenik egy nagyon elegáns, barna, 170 magas, csinos nő. Mondom, az Isten verje meg, nem ez lesz az. Kazsmír szoknyákkal az volt a divat a kezébe, érted? És jön a Sarkadi, leülünk, azt mondja, behívom, hát behívta ezt a csinos nőt. Bemutatom, Markstein József, barátom Joe Stan, Weiss Anna, és ülünk ott a Sarkadi, azt mondja, hát akkor mondd el, mit akarsz. Mondom, Annika, ne haragudjon, akar a feleségem lenni, azt mondja, a Górjának idalgasson igazgató, önéletésség van, viccen én végszembe, te mint 6 hónapot Romániából, míg elmenekültem, Vasgárdisták. Mondom, mi nem viccelek, Annika. Lemegyünk itt az Ádám büfébe, eszünk, megtartjuk a zenéjegyzést. Itt van szemben Mullernel egy ékszeres haverom, a Kombácsi, veszünk egy gyűrűt. Nézd, én 2 évig udvaroltam egy lánynak, 3 hónapból úgy ott hagyod, mint a lótusz. Né, megpróbáljuk, mondja, legfeljebb abba hagyjuk. Elmentünk gyűrűt venni, és 2 hét múlva megvolt az esküvő. 44-ig nem volt baj, akkor elvittek a gyöngyösbokrétások, érted, a munkaszolgálat. Amit én végrehögtem, az Isten bocsássa meg, az elesett áldozatok nevében én végrehögtem. Mert ennyi emberi gonoszságot, ennyi emberi butaságot, ilyen gyarlóságot, egy állat nem tud ilyen piszok lenni, mint az ember. Hát az első munkám az volt, hogy a Rottenbiller utcát kellett fölsöpörni 200-at magammal, elegánsan bundába, kesztyűbe, mert orvosokat kaptam, én voltam a smasszer, mint volt huszár, ugye be volt írva, meg autószerelő. Kaptam 200 embert, fogorvos, orvos, tanár, hát gondold el. Akkor kikerültem a feleségemet elvitték, Süt utca 2-ből, ott a műhelyt deportálják, elmegy Ravensbrückbe. Én meg kikerülök a hajógyárba, 2000 ember sorban, megjelenik 2 német tiszt, meg 3 magyar ilyen tiszt, és válogatás. Következőt válogatják össze, ez forgatókönyvben nem lehet leírni. Básti Lajos, Rodolfo, Alfonso, kerekes nevű kötéltáncolista, meg lehet volna beszélni, csupa színész artistát összeszednek. Engem elvisznek a Rókus kórházba, műtősnek, Hullásnak, oda kerülök, Pommersheim mellé, nagyon megszeretnek. Érdekes szakma volt a műtős szakma, érted? Megtanulom ezt a szakmát is. Elkerültünk, kérlek, Rafaelova, Majdangorni, Pasi Jacna, Nadvorna, mögöttem 10 év cserkészet, úgyve túráztunk, érted? Én túrának vettem az egyet. Elmúlt ez a bal, és hazajöttem, azzal fogadtak, kérlek. És ez a sztori érdekes, mert a könyvemben, amit írtam, nem fogadták el azzal, hogy limonád és gics. Hazajöttem haza január végén. Mikor? Decemberbe kerülök haza. 44. December, elkapnak karácsonykor a nyilas barátaim. Hogy sikerült hazajönned onnan? Lóháton. Honnan volt lovad? Hát az a hadnagynak mindig le kellett vinnem a lovát a királyhágóról a királymezőre, és mindig visszajöttem, nem engedett. Zsolt könyvet kaptam, glottnadrágot, tornacipőt, és egy pokrócot, úgy bentem le, és úgy hoztam vissza a lovat. Patkolni kellett, meg a bokáját kellett kezelni. 5-5-ször nem jöttem vissza. Elovaltam Gödöllőig. Akkor bekerültem meg én a Rókusban, onnan a Rádiusz moziba volt, a mostani Itáliában volt egy ilyen szükségóvoly. Onnan elvittek a katonák. Zicsen utca, Bajcsi, Zinszki, Sarkán, Hászi, Cizekni, megállít egy hadnagy, nyilas hadnagy, katonák megállnak. Ismert a Mullernből engem. Kiszed még 3-at, majd mi elintézzük, vigyék a többit.
Levittek a HC Cizekkor, szükségkórház volt. Jerecián Aránnak hívják ezt az illetőt. Bécsben él, övé a Magyar Klub, most léptem föl nála. Most kapott egy nemzetközi kitüntetést, emberi magatartásért egy nagy kitüntet. 400 zsidó, keresztény, vasmunkás életét mentette meg abba a kórházba. Nyilas hadnagy volt? Nem volt, be volt öltözve. De ott volt a Hönig professzor, a Benedek ideggyógyász, a legnagyobb orvosok dolgoztak ott. És kérlek szépen, január 19 kopognak a pincébe két orosz. Fasiszta nyet, mi nyet, van fasiszta, akna van. Persze én oroszul válaszolok, nyet, fasiszt, nyet. Azt mondja, jest ultraszeptil, van-e ultraszeptil? Meláttak a kórház. Adtam nekik ultraszeptilt, hoztak kaját, megint adtam nekik aspir, ilyen kalmopirint, minden nap hoztak kaját. Egyszer lejött egy őrnagy a bátyjával, ráfektették a műtőasztalra, hasra a bátyját, azt mondta, meghal a műtőasztalon, nagyon lődik az egész orvosi srába. Tehát egy golyót kapott egy ablakból, valaki rálőtt. Rókusba bementünk vele, és a Pommerszem eltávolított a golyót. És attól kezdve, akkor az elvitt engem Szegedre. Szegeden jött a feleségem egyik deportált bajtásnője, és elmondta, hogy meghalt a feleségem tifuszba. Hogy mondjam el neked? Olyanok voltunk már, mint az állatok. Hát én naponta 20-30 hullát vittem ide, vittem oda. Tudod, teljesen érzéktelen az ember. És akkor Szegeden voltam a Városi Színháznál, hazajöttem, elmúlt a 4 hónap, cirkuszba dolgoztam, feleségem meghalt, akkor még nem volt gyerek, nem volt senki, nem volt, ugye. És tényleg ülök a manézsba, ezt, amit azt mondta a lektúra, hogy ezt nem lehet beírni, mert ez gécs. Ülök a Lugosi Gyurival, csinálok egy hasbeszélő számot, ölem be a Gyuri, mint baba, hasbeszélő baba, én a professzor, és megy a szöveg, és ebbe a pillanatba a Gyuri nem tud beszélni, elkezd könnyezni. Hát ránézek, mi van, oda nézek, ott áll a cirkusz manézs bejáratna a feleségem. Kopaszon, 30 kilóval, férfi cipő, férfi kabáttal isznya. Sírva dolgoztunk végig, kérlek szépen, még 10 percet. Ezt azt mondták, ez gics. A feleséged tulajdonképpen újból rátalált. Találkoztatok. Igen, és akkor kezdődött a normális élet. Színház. Lokálba kezdtem dolgozni, szabadtéri színpadok, mert akkor rengeteg volt még. Gyerekek? Iskola, nőtek a gyerekek. Hány gyereked van? 3 gyerek, 2 fiú, 1 lány. A nagyfiam. Hát a nagyfiam az 35 éves, és azt kérlek szépen zenél, gitározik, van egy zenekar, a föllép. A középső fiam Kanadában van, egyetemen tanít. Mit? Oroszt, magyart, franciát, németet. A lányom szintén Kanadában van, Anika halála után, kozmetikus. Most volt itt 2,5 hónapig látogatóban. Józsi bácsi, volt egy időszak, amiről nem sokat tudunk az életedből, 1956-ban. Én szerződést kapok Belgiumba, és rendesen útlevéllel, engedélye, kimegyek Brüsszelbe 3 gyerekkel, asszonnyal. Nem akartam hazajönni, megmondom őszintén. Annyira levert ez az egész ügy, hogy lehet az, hogy nem volt elég erőnk ahhoz, hogy az első 24 órában befejezzük ezt a kegyetlen ügyet. Akkor elterjedt a hír, hogy Alfonso diszidált. Nem diszidáltam, útlevéllel mentem el, de megmondom őszintén, az volt a tervem, hogy kimaradok. Hogy sikerült ott beilleszkedni? Nehezen. Egy hét múlva kapok már munkát, egy bőfszörlet a nevű varjettébe, de más közönség, más szituáció. Már 6 hónap múlva azt írja a brüsszeli újság, hogy Mon Alfonso, mi Alfonzók. Ugye szeretnek, megszeretnek. Dolgozom egy lokálból, később rendező leszek. Mindent. Hegedültem, artista voltam, díszlettervező, színpadi munkás, később a striptizeknek a vezetője, aztán a Górénak a gorillája. És hogy jöttél haza? 1958 novemberébe érkeztem haza, majd másnap már dolgoztam a Vidám színpadon. Hogy fogadtak? Nagyon nagy szeretettel. Én mentem belső nap a színházhoz.
társalgóba ültek éppen, drága Komlós Júli bácsi rám nézett, az olyan, meddig maradsz? És akkor fölkértek, legyek én a télapó, és akkor kimentem a színpadra, a Vili bácsi, a drága főszót, itt a télapó. És elkezdődött rendes kerékvágásba az élet, televízióba szerencsére 960 után, mögöttem akkor már köztársasági érdemére. Józsi bácsi, mi a kedvenc időtöltésed? Kérlek szépen, időtöltés. Hát mindenen tudok, én minden apróságnak tudok örülni tulajdonképpen, minden, hogy hívjáknak. Általában menetrendem van, ez bármilyen furcsán hangzik. Reggel 7-kor kelek körülbelül, akkor egy fél óra jogázás, borotválkozás, már 9-kor tök a Gellértbe. Találkozom tudik a feleségem halála után 4 évre megismerkedtem. Vessel Éva nevezetű hölgyel, aki az Interpressnél dolgozik. Aztán a hobbim az, hogy elmegyünk Mátrafüredre, kirándulunk, minden. És nézd, oda nősülni nem akartam. Nem akartam különleges lenni, de van önkritikám, érted? Hogy élettársnak sokkal jobb ez az élettársi viszony, mint hogy én, mit tudom, 70 évesen elvegyek egy 38-39 éves nőt. Azután legyünk őszinték. Soha nem tudhatom, az meddig tarthat, mert tudod, szájára vettek az emberek engem is, meg Évát is. Hogy ez a vén ember, ez biztos pénz, nem érdekel semmi, mindent átvészeltünk, és nagyon jó barátság van köztünk is. Jól élsz? Nagyon jól. Ha csinálhatnál egy színházat, milyen lenne az? Nem teljes csinálni. Szabad kezet kapnál. 8 emberrel csinálnék színházat. Nem kellene több. Én csak szórakoztatni akarnék. Mert vannak más ízű színházak, de most már nem csinálnék színházat. Késő. Olyan értelemben késő, ez energia kell, a csalódásokat el kellene viselni. Nagyon sokan szólnak bele te. Nagyon sok. Ha sikered van, akkor óriási, hogy a buksz, akkor csak te buksz egyedül. Nem is a rizikóvállalás, hiszen mindig vállaltam a bukásom, és mindenért vállaltam a felelősséget. De nincs kedvem színházhoz. Ez furcsán hangzik. Se Hamletet nem akarom eljátszani, se nincs szerepálmom, amit nem... Én meg vagyok elégedve ezzel a körrel, amit befutottam eddig. Nem volt... Játszottam a Szegedi Színházba, Madame Saint-Jean-t, a Szókümdalszonságba, Mosolyországába játszottam. Nem az én metiém. Én szeretem azt, amit csinálok, és hiszek benne. Mert olyan színész, mint én, van még 20. De parodista vagy, abban a stílusban, amit én csinálok, hogy artista, színész, bohóc, akrobata, ez nincs, egyszerűen nincs, ebben a metében nincs. És nem úgy nincs, hogy tehetség, mert ezt a fajtát nem űzi senki. Nincs. Ez egy műfaj, amit abba hagytak. Vagy szégyelték, nem tudom.